Romos állapotban áll Tolna Mőzs egyik utcájában ez a több mint 165 éves feszület. A mőzsi német nemzetiségi klub tagjai elhatározták, hogy felújítatják ezt a keresztet. Találtak is egy pályázatot, amit a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága erre a célra írt ki. Mivel mi mindig a működésünket csak úgy tudjuk fenntartani, hogyha pályázunk folyamatosan, igazándiból kulturális tevékenységet a tavaly évre nem nagyon terveztünk, de azért átnéztem ezt a kiírást, és ott nagy örömömre felfedeztem azt a mondatot, hogy a 2020-as évben támogatják az útszéli keresztek állítását és felújítását. És akkor hát innétől kezdve elindult ez a gondolat, illetve megerősödött bennem az, hogy ezt a keresztet én már évek óta nézegetem, és hát úgy nem találtam meg igazándiból a forrást rá, és itt van a lehetőség, ezt meg kell ragadni. Be is adták, és meg is nyerték a pályázatot. Összesen 1.180.000 forint támogatást kaptak 2020-ban. És most ott tartunk, hogy zajlik a felújításnak a folyamata. Egy kicsikét érdekes volt a dolog, ugye megkerestük a kőfaragómestert, Forraj Lajost, aki bogyiszlói, és hát ő itt megnézte a keresztet, és hát odáig jutottunk, hogy hát ezt igazándiból felújítani nem lehet, csak a talpazatát, mert a kereszt olyan rossz állapotban van, hogy teljesen újat kell készítetni. És ugye örültünk a kedvező pályázati elbírálásnak, meg is jött az értesítés, aztán jött a koronavírus is, és ugye a vészhelyzetre tekintettel visszavonták ezt a teljes pályázatot. Na hát azt gondoltam, hogy jó, akkor ez a kereszt az idei évben már 2020-ban nem fog megújulni, de aztán nagyon nagy örömünkre még egy levelet kaptunk a miniszterelnökségtől, hogy igaz, hogy visszavonták, de egyedi támogatási keretben ezt meg tudjuk újítani. És hogy miért ilyen fontos ez a klub tagjainak? Itt valamikor talán egy kicsit nagyobb tér volt, és ezt az utcát, a Tolnai utcát valamikor Kúria utcának is hívták, és itt ebbe a Kúria utcába tartották régen a mözsiek az Emmauszi búcsút. És még az 1960-as években is szüleimtől úgy tudom, hogy itt volt a búcsúnak a helyszíne, és azt is tudjuk, hogy a tolnai hívek ide körmenettel, zarándoklattal a tolnai plébánia templomból indulva húsvét hétfőn ide rendszeresen zarándokoltak már a 18. század végén is. Ez a hagyomány azóta is él Tolna Mőzsön. Hát a keresztről annyit tudunk, mert volt ezen a talpazaton felirat is, kódbetűs felirat, hát egy pár betűt ki tudtunk venni, de igazándiból használhatatlan. A 1855-ben Pantül Rafael egy tolnai lakos állította, de azt nem tudjuk, hogy mi célból. Ezt még nem sikerült kideríteni, hát ugye kereszteket szokott állítatni az egyház, vagy magánszemély. Na most mindegyik vagy azért állították, mert valami természeti csapás vagy járvány idején fogadalmat tettek is annak emlékére, amikor az elmúlt, vagy olyan céllal is állítottak kereszteket, hogy faluhatárt jelző, birtokhatárt jelző. Na most ez tulajdonképpen egy falu vég volt, nem tartozott ugye Tolnához, itt volt körülbelül valahol Mözsnek, itt a Kúria utcán a vége. Úgyhogy ezt igazándiból még, én már próbáltam keresni, van egy nagyon jó kiadványa a Tolnai Városvédő Egyesületnek, onnét is tudjuk ezeket a dolgokat, de ők se tudták pontosan kideríteni. Hát most még esetleg lehetne az egyházi levéltárba kutakodni, de itt a járványra meg mindenre tekintette úgy gondoltam, hogy majd egyszer majd előkerül, aztán akkor majd pontosítjuk még a dolgokat. Minden esetre azt tudjuk, hogy 1855-ben állítatta a Pantül Rafael. A felújítási munkákat a tervek szerint június 30-áig befejezik.